A kosárlabda bajnokságban az egyik legemlékezetesebb és legfájóbb vereségét Pécsen szenvedte az Alba Fehérvár még Dejan Miherc vezetése alatt. A szlovén vezetőedző és csapata az ötödik fordulóban októberben látogatott a Baranyai megyeszékhelyre, és egy fél időn át szinte szárnyalt. Magabiztos volt az Alba 60 pontig jutott szünetig, és volt, amikor már 26-tal vezetett. Kevesen hitték volna talán a pécsi szurkolók közül is, hogy mekkora fordulat jön. A PVSK Heinz Jones és Bryson ihletett formájával a második félidőben elképesztő talpraállást mutatott be, az alba pedig, mintha el sem hitte volna, hogy veszíthet. Végül a két amerikai összesen 67 pontig jutott, a Pécs pedig a második és harmadik negyedben 27-et vert a fehérváriakra. Most itthon kellene visszavágni, de nem csak ezért fontos a péntek esti meccs, hanem a rendkívül szoros tabella és az alba negatív mérlege miatt is. Figyelmeztető, hogy az azóta szintén edzőváltáson átesett Pécs második fél ideje rendre erősebb, ezért szükség lesz a végig tartó koncentrációra. Ez az, ami legutóbb Nyíregyházán gyakorlatilag az első perctől hiányzott a fehérvári játékból. A jégkorong Osztrák Ligában koronavírus fertőzések miatt elhalasztott meccsek után szerdán remekül tért vissza a Hidrofehérvár 19, Innsbruckban kapott gól nélkül hozták le a meccset kornakkerék, úgyhogy most a tiroliak lehetnek úgy, mint a kosarasoknál az alba, fűtheti őket a visszavágás vágya. A fehérvári csapat továbbra sem teljes, a hosszú időre kiesős Stipsic helyére a rutinos svéd Jesper igazolta a klub, de ő még nem játszik ezen a hétvégén. Nem csak az idén gyengébben teljesítő Innsbruck vár a mieinkre, vasárnap újabb hazai meccsen láthatják a szurkolók Erdély csanádékat. Ez igazi rangadó lesz, hiszen a táblázaton a Fehérvár mögött harmadik helyen álló, korábbi ligagyőztes Bolzánó érkezik a Raktár utcába. Ahol jövő hétvégén a Magyar Kupa négyes döntőjét rendezik, erre megkezdődött a jegyértékesítés. Jó hír, hogy a szezonbérletek a kupa döntőre is érvényesek, aki pedig napi jegyet venne megteheti úgy is, hogy csak a szombati és vasárnapi második meccsre veszi meg. 22-én ez biztosan a volá a Fradi ellen, másnap pedig reményeink szerint szintén akkor lesz érintett, hiszen jövő vasárnap este a döntőben szeretnének jégre lépni a fehérváriak.